Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, július 27-én, kedden este 7 órától. Nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban röviden. Aláírták az üvegkét kivitelezői megállapodását. Mintaboltot nyitott az újhelyi húsüzem. Honvédelmi Sportközpont sátorolja új helyen. A Sátoraljaújhelyi üveghídra vonatkozó fejlesztés kapcsán aláírta a kivitelezői szerződést Sátoraljaújhely város polgármestere és a nyertes vállalkozás. Szamosvölgyi Péter hozzátette, ez majd akkor lép végérvényesen életbe, amikor a pénzügyminisztériumtól a forrás is megérkezik a beruházáshoz. Az üveghíd megvalósítása nem csak a városra, hanem az egész régió idegenforgalmára pozitív hatással lesz, tette hozzá a városvezetője. Ezért is szeretnék, hogy tovább bővüljön azoknak az attrakcióknak a sora, amiért érdemes lesz az ország más tájairól, de külföldről is Zemplénbe látogatni. Zemplén és ezzel együtt Sátoraljaújhely turisztikai vonzerejét nem csak a természeti környezet, hanem azok az attrakciók is egyre inkább erősítik, amelyek az elmúlt években valósultak meg. Ennek nyomán a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek is szerepelnek Sátoraljaújhely város önkormányzata asztalán. Ezek közé tartozik az üveghídként közismerté vált újabb idegenforgalmi látványosság megvalósítása. Ennek kapcsán fontos lépés valósult meg a legutóbbi kivitelezővel történő találkozó és szerződés aláírás kapcsán. Hosszú évekre nyúlik vissza ennek a gondolatnak, ötletnek a megvalósulása, illetve annak az előkészítése, hiszen ez az aláírás még most csak annyit jelent, hogy megvan az esély annak, hogy ez a beruházás megvalósuljon, és mint látható, hallható volt, hosszú tervezési időszak következik, és nem rövid kivitelezési időszak. Azért fontos, mert ez egy nagyon komoly állomása, ennek a mérföldköve ennek a programnak, ami ennek a városnak és ennek a térségnek, jelesül Tokaj hegyaljának, egy olyan turisztikai boomja lehet, amiből mindenki profitálhat. Ez nem Sátoraljaújhelyi ez a építmény, nem Sátoraljaújhelyi lesz ez az építmény, hanem Tokaj hegyaljai, de gyanítom, hogy még a határ másik oldalán élőké is. Mert hogy az üveghíd tervének megvalósítása nem csak azt jelenti, hogy a turisták számára újabb izgalmas látnivaló várja majd őket, hanem azt is, hogy helyben a helyi vállalkozások is megerősödhetnek, hiszen jelentős látogatói létszámmal számolnak a szakemberek. Meggyőződésem, hogy ez a beruházás megvalósul, magyar beruházó lesz, ez nekünk azért nagyon fontos volt, tegyük hozzá, hiszen a világ leghosszabb ilyenfajta függőhídja lesz, gyalogos függőhídja lesz. A jelenlegi több százezres látogató számhoz képest annak a többszörösét. Nem akarom azt a nagyságrendet mondani, amit még szinte én sem hiszek el, de a szakma igen. Ami önmagában olyan jelentős forrásbiztosítást ad a településnek, és az itt élőknek és a térségnek, ami valóban az aranykorát hozhatja a Tokajhegyaljának. Nem önmagában ez a híd, azt tegyük hozzá, hogy ez egy eleme, talán a legfontosabb sok esetben, vagy sok szempontból, de nem ez az egy eleme, hanem az összes többi együtt jelenti majd ezt, de mi ezzel szeretnénk hozzájárulni. A győri cég jelentős tapasztalattal a háta mögött vág bele ebbe a munkába, mondta az ügyvezető. Most először egy 8 hónapos tervezési időszak kezdődik, azután a tervek beadása, és utána kezdődik a tényleges kivitelezés. Elsősorban ott az erdő használatbevétele után egy útépítés kezdődik, és utána lesz a két hídfőnek a kialakítása. Ez egy elég komplex feladat, a útépítéstől a fúrásig, a sziklába való rögzítésig, utána pedig ezeket a köteleket átvinni egyik oldalon a másikra, majd pedig arra ráépíteni ezeket a járófelületeket. Megfeszíteni a drótkötelet az mindig egy különleges és csodálatos élmény, amikor ezeket a 100 tonnákat bele tudjuk abba a drótkötélbe vinni, és ezután pedig stabillá válik a híd, ez mindig egy emelkedett pillanat. A függőhíd több milliárd forintnyi fejlesztést jelent a város és a térség számára is. Munkahelyteremtéssel és idegenforgalom növekedéssel is jár, ami további gazdasági élénkítő hatást gyakorol a térségre is. Sátoraljaújhelyen adták át a Zemplén Gurmé húsüzem mintaboltját. Fontos célkitűzése, hogy minél több terméket meg tudjanak mutatni a vásárlók számára. A bolt komoly fejlesztések és küzdelmek árán jött létre, de bizakodóan állnak a jövőre nézve.
Átadták Sátoraljaújhelyen a színes kulturális hagyományokkal rendelkező Zemplén gurmé húsüzem mintaboltját. A bolt komoly fejlesztések és küzdelmek árán jött létre. A célja az, hogy minél több ember megismerkedjen a Zemplén és az új fejlesztésű ízekkel is. Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, hogy nagyon fontos ez Sátoraljaújhely számára, mert egy újabb cég, újabb ágazata itt van újra a térségben. A vállalat nagyon-nagyon régóta működik Sátoraljaújhelyben. Mind a három ága az élelmiszeriparnak megvolt, tejipar, sütőipar és húsipar, de sajnos a rendszerváltás utáni időszak az nem tett jót a húsipari vállalatnak, az Zemplén húsnak, és egy jó darabig zárva volt, az embereket elengedték, és haló poraiból támadt föl, erősödött meg, és most már egyre jobban prosperáló vállalatról van szó, amely megnyitotta azt a mintaboltot, amely régebben is ennek az üzemnek a saját üzlete volt. Itt a lehetőség nekünk, új helyeknek és a térségben élőknek, hogy az egész repertoárt, amit gyárt a cég, azt itt megnézhessük, és ha tetszik, ha ízlik, akkor meg is vásárolhassuk, úgyhogy hajrá, próbálják ki, nézzék meg. Sivák Zsolt, a Zemplén gurmé ügyvezetője híradónknak elmondta, hogy azért fogtak bele ebbe az egészbe, mert ez a bolt már régebben is működött és népszerű volt, ezért nem volt kérdés, hogy belevágnak ebbe a projektbe. Azt is hozzátette, hogy bizakodóan állnak a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy nagyon jó előrejelzéseket kaptunk, nagyon kedves üzeneteket és várakozással teli információkat kaptunk folyamatosan. Naponta álltak itt meg az emberek, hogy mikor nyitunk már. Első körben én a helyiekre gondolok, térségiekre, de természetesen várjuk a távolabbról érkezőket is. A húsbolt nyitva tartása 2-től péntekig reggel 9-től 17 óráig. Szombaton reggel 7-től 12 óráig várja a vásárlóit. A leghűségesebb nép. Ezzel a jelzővel illette II. Rákóczi Ferenc a ruszin népet, amely a szabadságharc idején elsőként csatlakozott a fejedelemhez. 3 évszázad múltán a mai leszármazottak egyik legjelentősebb ünnepe a Sárospataki Várkertben tartott Rákóczi megemlékezés. Ez idén nem maradhatott el, azonban a korábbi évekhez képest kevesebben tudtak eljönni erre a számukra fontos eseményre. Az ország különböző pontjairól és még Borsiból is érkeztek Sárospatakra ruszin nemzetiségi önkormányzatok tagjai, hogy megkoszorúzhassák II. Rákóczi Ferenc szobrát. Az ünnepséget megelőzően a résztvevők egy szent liturgián vettek részt, majd a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum kertjében megemlékező beszédeket tartottak. A találkozás. Ugye itt a ország különböző pontjaiból találkozunk az emberekkel, és találkoznak az emberek egymással. A kapcsolat megvan úgy online és telefonon, de a személyes és közvetlen kapcsolat település-településsel, kisfalu-kisfaluval, ez amit hiányolnak az emberek, és így ezért fontos, hogy mi összehozzuk őket, és nagy létszámban is közösen imádkozzunk, közösen ünnepeljünk. Idén a megemlékezésen több mint 100-an vettek részt, a beszédekben pedig II. Rákóczi Ferenc életét idézték fel. Sajnos, mint általában, ugye ezek a szép eszmék, ezek a szép harcok, ugye mindig sajnos elbuktak a történelem során, nem hagytak bennünket önállóan élni, de emlékeinkbe meg kell, hogy maradjanak a szabadság iránti vágyak, és nyilvánvaló, hogy a fejedelem emléke és a fejedelemnek ez a harca, ez magyar harc volt, mindenkit felölelt, és ez valahol egy olyan valami, ami összekapcsol mindenféle nációt. A határon túlélő magyarok számára is fontos, hogy kimutassák az összetartozást. Borsiból ezért jöttek el erre az eseményre. Ugye Borsi község arról híres, hogy ott született II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Sárospatok viszont a birtoknak a központja és az egész szabadságharcnak a központja volt. Nekünk Borsiba fontos az, hogy az összetartozást kimutassuk mindenki fele, nem csak a ruszinak fele, hanem az egész Kárpátalja magyarsága fele. És ezért, hogyha tudunk, minden éven itt vagyunk, nagyon szívesen jövünk, és remélem, hogy a pandémia után egyre gyakrabban fogunk tudni jönni. Az ünnepséget hagyományosan II. Rákóczi Ferenc fejedelem Várkertben található szobrának koszorúzásával zárták.
Egy honvédelmi sportközpont kialakításáról tárgyal dr. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelős államtitkár és Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere. A város egyik gimnáziuma, a Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Kollégium már 2020-ban csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz, ezért is gondolták azt, hogy a sportközpontot ebbe a városba szeretnék felépíteni. A Honvédelmi Sportszövetség valamennyi járásban sportközpontot szeretne kialakítani. Ennek lesz az egyik helyszíne Sátoraljaújhely. Dr. Simicskó István, a sportért és ifjúságért felelős államtitkár úgy nyilatkozott, a közösségi élmények, a sportolás és honvédelmi ismeretek elsajátításának legfőbb helyszínei a honvédelmi sportközpontok lesznek. Polgármester úrral egyeztetni szeretnénk arról, hogy itt a város szélén hol lehetne alkalmas helyet találni arra, hogy egy honvédelmi sportközpontot a kormányzat megépítsen. Az üzemeltetését is a kormányzat a Nemzeti Sportközponton keresztül, illetve a Honvédelmi Sportszövetségen keresztül fogja majd ellátni. Tehát én azt hiszem, hogy fontos, hogy a város vezetése, a polgármester úr alkotni szeretne, és mivel a kormányzati döntésekkel az ő szándékai is találkoznak, ezért az a célunk, hogy valamennyi járásban épüljön honvédelmi sportközpont. Ennek a előkészítését kezdjük el most. A cél, hogy a fiatalokkal minél jobban megismertessék a honvédelmi sportokat, közösségeket. A honvédelmi sportközpontoknak nyilván a célja az nem más, mint hogy a fiataljaink olyan honvédelmi sportokhoz kötődő módon szeressék a szülőföldet, és nyilván, ha valaki katonának készül, akkor ilyen módon is egyfajta előképzettségre tud szert tenni. Hát régen talán az idősebbek emlékeznek az MHS-re, tehát valami hasonló szeretnénk fölépíteni a fiatalok számára, lehetőséget adni, hogy képezzék magukat, többletképességhez, kompetenciákhoz juthassanak, és ezen keresztül a közösséget is építik és formálják, hiszen valóban kiváló tervek készültek. Hamarosan átadjuk már az első ilyen honvédelmi sportközpontokat Újfehértón és Balassagyarmaton, de jelenleg 5 helyszínen folyik már az építkezés, a további 11 helyszínen a különböző engedélyek vannak soron, és hát több ütemben, 3 ütemben valósulnak meg ezek a honvédelmi sportközpontok. Tehát erről való egyeztetés, beszélgetés a polgármester úrról a látogatásomnak, idejövetemnek a célja. Szamosvölgyi Péter polgármester fontosnak tartja, hogy a fiatalok is megismerkedjenek a honvédelmi alapismeretekkel. A Kossuth Lajos Technikum Szakképző Iskola és Kollégium már részt vesz a Honvéd Kadét programban, és eddig sikert aratott a diákok körében. Hát azt tudnia kell mindenkinek, hogy 90-től a magyar hadsereg mint olyan kvázi megszűnt, és a jelenlegi kormány az, és miniszter úr, akinek az idejében elkezdődött egy újrafejlesztési folyamat, és ennek a fiatalok számára egy lehetőség a kadétképzéssel létrejött, nem hivatásos és nem sorállomány, hanem kadétképzés, ami egy utánpótlást jelentett a mindenkori magyar hadseregnek. Amelyik ország nem foglalkozik a saját védelmével, az az ország egyébként teljesen feleslegesen van a világon, mert bárki bármikor átgyalogolhat rajta. Persze mondhatjuk azt ma Európában, de ugye ez lehetetlen, meg elképzelhetetlen. Az elképzelhető volt, hogy az LMBTQ mozgalom miatt megtámadják az országot. Nem. 5 évvel ezelőtt nekem valaki azt mondja, azt gondoltam volna, hogy sokat ettem vacsorára, és rosszat álmodtam. Oda kell figyelni, az egyik legfontosabb dolog a biztonság. A hadsereg nem csak háborúban hadsereg, hanem például, amikor káosz és katasztrófa van. Köszönjük a lehetőséget, a gimnázium jól működik, köszönjük szépen, csinálják a kadétképzést, és megyünk előre. Részleteket egyelőre nem tudni, hogy hol szeretnék felépíteni a létesítményt, azonban erről a tárgyalások folyamatosan zajlanak. Rendkívüli ülést tartotta a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság. Az ülésen 2 napi rendi pontot tárgyaltak a bizottság tagjai. Felmerült az önkormányzat vagyonhasznosítása, miszerint szeretnének újabb lakásokat vásárolni, melyeket később szociális alapon bérelhetnek ki a fiatalok. Többek között a szociális alapú lakások bérbeadása és önkormányzati ingatlanok vásárlása volt a téma a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő Testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságának rendkívüli ülésén. A céljuk az újabb ingatlanok vásárlásával, hogy a továbbiakban több fiatalnak vagy rászorulónak tudjanak lakhatást biztosítani. Számtalan támogatási forma létezik a város részéről. Van, ahol konkrétan pénzzel támogatja azokat a fiatalokat, akik az első lakáshoz jutás
érdekében felújításba, vagy éppen lakásvásárlásba fognak, és nyilván egy ilyen bérlakásnak a bérlése is segítség abban, hogy ez alatt az idő alatt valaki takarékoskodjon, és a későbbiekben saját lakásra tegyen szert. A mai napon is volt arra példa, hogy az önkormányzati bérlakásnál a szerződést közös megegyezéssel kérte megszüntetni az eddigi bérlő, mert már meg tudta oldani a lakhatását. A megvásárolt lakásokat elsősorban felújítják, és később az erre jelentkezők közül döntenek, hogy ki bérelheti ki. Az ülést végül több napirendi ponttal is kiegészítették. Volt még fontos napirendi pont a szociális bérlakások odaítélésével is. Itt három esetben a pályázók közül döntött a bizottság, hogy kik kapjanak szociális bérlakást, és egyebek napirendi pont felvételére is szükség volt, ahol a Sátoraljaújhelyben mutatkozó egyéb problémákról beszélt és tárgyalta a bizottság. Itt vetettem föl a Fecske utca, Martonovics utca sarkán lévő lakásépítéssel kapcsolatos közterület foglalást, ahol azt tapasztaltam, és az ott lakók is azt tapasztalják, hogy hosszú idő óta az ott építkező bérli a közterületet, a zöld területet és hozzá még az utat is. Ugyanakkor hetek óta áll az építkezés, és bizony több autónak a parkírozását is akadályozza. A bizottság igyekszik a városban felmerülő problémákra megoldást találni, illetve a már említett lakásokkal lakhatást biztosítani az arra rászorulóknak. Hírműsorunk végén nézzük főbb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. Aláírták az üvegkét kivitelezői megállapodását. Mintaboltot nyitott az újhelyi húsüzem. Honvédelmi sportközpont Sátoraljaújhelyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jelentkezünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!